A csáltesi mondja gyorsan. Hát annyira nem, be vagyok parázva, kicsit megyek erre a forgatásra. Szóval vágod, ez a Budapest Open Mic ügy, egy ilyen hip-hop tehetségkutató, de közben ilyen doku-reality sorozat, és ja, annak leszek a műsorvezetője, de még rohadtul nem tudom, hogy hozom le. Nem tévébe megy, hanem online, és egyébként a Meki támogatja, de lesz valami 28 nap forgatás. Lesz 4 mentor amúgy, akik kurva jók, a Kóli, a Gege, a Said, meg a Gangsta Zoli. Ja, az igen, és akkor ők elmennek 4 városba, és hát én is elmegyek velük, és akkor ott a helyi arcokból toboroznak egy csapatot, akikkel aztán eljönnek Pestre, és akkor itt egy zsűri előtt majd csinálnak mindenféle szakmai feladatot. Ja, úgyhogy ez. Teszlek. Micsoda? Amúgy lesz egy, igen, lesz egy egész nagy nyeremény, ilyen kiadói, meg disztribúciós szerződés, meg lemezfelvétel, klipfelvétel, koncert lehetőség az Aquában, egy ilyen óriás plakát kampány, meg még nem tudom mi a fasz. Ja, igen, köszi. Figyelj, én most le is teszem, meg kurvára nem tudom, hogy hol vagyok. És ráadásul a Saiddal fogunk kezdeni, akit nagyon nem akarok beégni. Úgyhogy le is teszlek, tesi, jó? Jó, csá. Csá, tesim! Figyelj, itt vagyok, egy perc, csak ez a kurva taxi, vagyis a... Na, itt vagyok! Ciao! Bocsa, kétségség! Ciao! Süveg Márk, Sight, rapper, producer, slammer, a kezdet fiai alapítója. Egy élő legenda. A pályám elején amúgy még írogattam is neki, hogy nézzem már rá pár zenémre, de sose válaszolt. Ja, igen! Igen, kétszer rád írtam, és nem írtam vissza. Mentem a kocsival random tripre, és hallom a színpadon, hogy a Said meg a telefon, vagy nem veszik fel, vagy nem hív vissza. És mondom, ki az a csávó a színpadon, aki rólam makerászik? Hogy én mekkora bunkó szemétláda vagyok. És míg vártam, és megtudtam, hogy te vagy, addig van, az egész jó. Még mindig tartsuk, Bromsz. Igen. Ez a szemasztát. Engedj ide magad mellé. Most háttal kell ülnöm, majd végig, igen. Az azért hár. Igen. Sára Gergely, Gege, vagy 6363. Rapper, szövegíró, magyar tanár a végzettsége, ezt érezni a szövegein is. Nagyon szeretem a csípős, filozofikus, kritikus szövegeit. Na, te fogod velem közölni amúgy, hogy hova megyünk, bro? Én nem tudom, mi lesz ennek a menete, hogy egyszer csak rájössz. Lesz egy pont, amikor már nem tudjuk titokban tartani. Hát figyelj, most amúgy ebből az irányból, szóval hogy az, hogy így itt találkoztunk, én ilyen Sopront gyanítok amúgy. Ja nem, Veszprém. Az van még erre, nem? Hát nem tudom, én azt sem tudom, merre megyünk, bro. Gyerek, te amúgy Pesten születtél. Igen, akik itt mentorként vagyunk, minden 4-en pesti kötődésűek vagyunk. 3 ember biztos, hogy a komfortzónáján kívül kell, igen, hogy működjön. Neked amúgy volt ilyen mentor figura az életedben? Talán a Busa Pista, aki olyan volt, hogy ilyen bazi emberi oldalát megmutatva, ő volt ez, aki mondta, hogy figyelj, ez kurva jó, csináljunk már valamit. Ez egy nagyon meghatározó élmény volt nekem. Amikor mi elkezdtük, akkor nem nagyon néztünk fel senkire, ezt meg tudom mondani azért kerekperet. Ami aztán persze úgy volt, hogy nem igaz, mert az időurai és bankosék és többiek, ők tényleg a teteje voltak az undergroundnak már egy jó ideje, úgyhogy nekik elvittük a kazettát végül a deszkás graffitis boltba, ahol ők bent lógtak egyfolytában. És mondtuk, hogy szevasztok, hoztunk egy kazettát, meghallgatnátok, az fain lenne. És a bankos így nézett, így viccentett, és akkor Sészi elvette a kazettát, és betette. És így, hát a filmján, hát az egész tényleg tudom, lassan így becsukódik a kazetta, meg így fú, na most mi lesz? Síri csöndbe végighallgatták, majd
kivette a Sissi a kazettát, és visszaadta, és így álltunk ott, és senki nem szólalt meg semmit. És nagyon-nagyon-nagyon felbasztam magam. És hazamentem, és akkor csináltam, amivel játszott. Fila Rap Jam CD-be fel fogom használni a bankos szövegét ellene. Kivágok valamit. Biztos találok valamit. Avval kezdte a bankos, hogy nem tudod, mivel játszol, mert mondom, nem tökéletesen ezt érzem. Hogy odaadtuk, és nem tudod, hogy ez mi az, amit mi csinálunk. És akkor így vágtam ki, és így tak-tak-tak-tak-tak-tak, így minden a helyére állt. Vannak ezek a pillanatok szerintem, amikor így jó a csillagállás, vagy akármit lehet rá mondani, de mivel játszol az 5 perc alatt készítés, amikor kész lett, akkor tudtam, hogy ez lesz a minden vívő trackünk. Egyre inkább van az az igényem, hogy foglalkozzak inkább azokkal az arcokkal, akik most jönnek fölfelé, meg akik most kezdik el járni azt az utat, aminek én már egy egészen másik fejezetében vagyok. Ha valakiről azt érzem, hogy valami jó dolgot csinál, meg rezonál velem, amit csinál, akkor szeretnék minél többet segíteni neki ahhoz, hogy így ki tudja teljesíteni magát. Szóval én nekem ez egy ilyen nagyon testhez álló dolog. Nagyon mellé tudok nyúlni szakmailag. A Marsalkó Dávidnak majdnem egyszer megmondtam, előttünk lépett még fel a halott pénz, hogy Dávid, ez soha nem fog működni. És ennyi múlott, a Peti azt mondta, hagyjad snitt, és akkor egyszer csak fesztivál headliner, park megtöltve 60-szor. Megfogalmazódott már benned, hogy így mi alapján fogsz valakit jónak tartani? Azt mondom valakinek a páncslányára, hogy bazd meg, ezt miért nem én találtam ki, igen, akkor igen. Az annak már nyert ügye van. Másrészt viszont szeretem amúgy a nyers dolgokat, amikor valaki belső gátak nélkül tudja kifejezni önmagát, akkor azt szerintem nagyon lehet érezni. Nem teszek egyenlőséget, hitelesség meg önazonosság közé, mert a hitelét nem tudom eldönteni egy embernek, mert nem kísértem végig az életében. Az előadótól kapsz egy vibe-ot, hogy ez az-e vagy nem az-e, ami nem is attól függ, hogy megélte ezeket a dolgokat, mert minket ilyen tagba szakadt, nagyon durva formáknak képzeltek el a szövegek alapján. Milyen formákkal is lógtunk, nem csak ilyenekkel, ilyen formákkal is, tehát mi inkább ilyen krónikásoknak gondoltuk magunkat, hogy mi jelentünk arról, hogy mi történik az utcán, mert részt veszünk benne valamennyire, de nem vagyunk benne nyakig, és akkor lehet viszont róla beszélni. Tehát az, hogy van egy lírai énben van egy szerepvállalás, az zseniális dolog lehet, és ott az önazonosságot érdemes elfelejteni. A rap egyszerűen az egy olyan műfaj, nem tudom ezt szebben megfogalmazni, hogy bele kell állni fasszal. Határozottnak kell lenni, és el kell hinni, hogy az, amit te csinálsz, az a legjobb. Ha nem te akarsz a legjobb lenni, akkor minek csinálod ezt? Irgalmatlan kompetitív vagyok. Ami az alap hip-hop cucc, hogy én vagyok a legjobb MC, tehát ezt nem lehet máshogy szerintem. Én vagyok a legjobb, és ezt megmutatom. Ez egy olyan felhajtó erőt eredményezhet, ami lehet, hogyha nem lenne, akkor nem is történik meg a dolog. Meddig megyünk? Mi van? Görbeháza, fogalmam sincs. Na várjál, mik is vannak? Miskolc, Veszprém. Ja, Veszprém. Hát akkor már Veszprém kilőve. Akkor Pécsre megyünk, vagy Miskolcra fogunk menni. Ne oda vigyetek! Mentsetek ki, 14 évesek megfenyegettek Facebookon. Hogyha ide jössz, meg szurkálunk. A jó avas megcsillantotta magát itt a fák között. Húj! Egy utolsó cigaretta a kivégzés előtt Miskolcon, mert... Ez itt Veszprém? Veszprém! Na megérkeztünk Veszprémbe. Átadlak téged a mentor segítőnek. Én pedig elmegyek találkozni a castingosokkal. Ezek a srácok már átmentek egy előszűrőn, és hamarosan megismered őket. Közülük 6 embert kell majd kiválasztani. Csak előbb körbenézek még itt kicsit, jó bro? Jó. Jó van, te meg ne dorgáld őket, legyél kedves velük. Oké. Okay. Na cső. Füksszel, Viki.
A Veszprémi Underground zenei szcéna szervezője, a Teremklub alapítója. Rengeteg induló előadónak biztosít lehetőséget próbálni, fellépni és bemutatkozni élő közönség előtt. Szava! Viki vagyok, Gege. A Teremből. Mikor én ilyen tini voltam, akkor ez ilyen híres volt, ez a spot, meg a Hősökön még láttam ilyen stéges, stéges cuccokat. Egy ilyen inget veszek magamnak azért, hogy legyen egy váltás. Az az igazság, hogy ezek tényleg kurva jól néznek ki. Te így ilyen helyi arcokkal, vagy valamennyire képben, már mint akik így rappel foglalkoznak? Egyébként a Terem, az igazából azt is azért csináltuk, hogy legyen lehetősége mindenkinek így bemutatnia magát. Na szevasztok, srácok! Mizu van, hogy vagytok? 14:30 körül jönnek a mentorok, 3-kor elkezdjük a versenyt, azután nem sokkal megszületik az eredmény. Barcsai Laci, író, költő, slammer, a miskolci underground szíve. Nélküle nem létezne a slam poetry Miskolc vagy a civil rádió. Mikor voltál itt utoljára? Fúha! Hely nekem lehetett biztos az utcsó, és előtte egy-két évvel lehetett utoljára, hogy faktori, de hát az akkor 8 éve. Voltak ilyen freestyle versenyek. Tényleg az itt volt lenn mindig a freestyle, mi? Igen. Én nem voltam freestyle MC soha. Azt tudod, ez egy olyan dolog, mint a DJ-zés is, hogyha nem nyomod minden nap, akkor nem leszel egyszerűen jó, mert vannak azok, akik minden nap, igen, egész nap nyomják, és egyszerűen nem fogsz tudni érvényesülni, és úgy voltunk vele, hogy most nem tesszük fel kb. A fél életünket, inkább legyen az, hogy ha megír cucc, mizé minden fajn legyen, aztán annyi. Van köztetek, aki nem volt még színpadon? Soha. Hárman? Négyen? Kb. Én az első fellépésem előtt majdnem elájultam, meg hánytam, mint a B-Rabbit a 8 mérföldbe. Egymást még lehet, hogy annyira nem ismeritek, szóval én azt szeretném, hogyha röviden mindenki pár mondatban bemutatná még egyszer magát. Farkas Bálint vagyok, csak azért vagyok itt, hogy egy olyan dologgal foglalkozhassak, amit kibaszottan élvezek, és nem az van, hogy napi 8 órát rohadok valahol. 20 éves vagyok, esztergályos a szakmám, és abban is dolgozok. Sosem voltam még színpad előtt. Ezt csak így magamnak hobbiból csinálgattam, ez nekem mindig egy jó mencsver volt, hogy egy kicsit így kikapcsoljam az agyamat. Egy ilyen egy-két éve dédelgetem magamba ezt a reppelés dolgot azért, hogy valamit közöljek a világ felé, ami én vagyok. Tavaly is voltam, nagyon tetszett a vibe, nagyon nagy hangulat volt. Rengeteg haver lett így a tavalyi körből is, szóval én ugyanezt szeretném folytatni. Ugyanúgy, ahogy a legtöbben ti is, én is verseket írtam az elején, és arra gondoltam, hogy ezt úgy át lehetne úgy adni, hogy többen is hallgassák, és az érzést, amit én érzek, azt át tudjam adni másoknak. Sziasztok, Dávid vagyok Sopronból, és én alapból amúgy pongzenét akartam csinálni, csak nem találtam magam mellé embereket, úgyhogy elkezdtem rappelni, mert ezt lehet egyedül is. Környéken ténykedem, mint villanyszerelő vállalkozó, és hát szabadidőmben szövegírással oldom a feszültségemet, és úgy igazán a kaput egy Patkányz koncert tette be. Ott álltam az első sorba, és az utolsó verzét a kedvenc számomnak én nyomhattam el, mert a Piki tartotta nekem a mikrofont egy az egybe, és úgy megjött az öröket, hogy én ott akarok állni a színpadon, és azt akarom, hogy úgy szeressék a zeneimet, hogy én szeretem másét. Sziasztok, Zsolti vagyok, Szúnyog testnéven zenélek. A közösségi része az azért viszonylag kimaradt nekem a zenélésnek, pont ezáltal, hogy egyedül csináltam végig, úgyhogy ezért is jelentkeztem, ezért is tartom ezt egy tök jó lehetőségnek, hogy közösségi élményé váljon. Teljesen ott hagytuk a civil életet, meg mindenféle munkát. Ja, igen, azt kiadták. Igen, úgy döntöttünk, hogy 2024, akkor az csak zene, és onnastól kezdve csak művészet. Te dolgozni szar, mocskos szar. Mikor 10 évesen megvakultam,
akkor kaptam egy szintetizátort, ami megbolondított teljes mértékben, és leterelt a jó útról. Onnantól kezdve csak a zenével foglalkoztam. Remélem, hogy ösztönözni fogjuk egymást, hogy a maximumot hozzuk ki egymásból, és hajrá! Nagyon szépen köszi, srácok, ezt a kis therapy session-t, amit itt végigmentünk. De tényleg jó volt hallgatni a történeteiteket, meg hogy bár különböző helyekről, meg háttérből jöttök, de így hasonló a cél. Hú, de szép ez itt. Lehet, hogy van, aki komplett pak, és kb. Nem kell vele semmit, vagy hogy valakiben látunk potenciált, és hogy hú, de jó, de sok a meló vele. Szerintem tudni fogjuk, hogyha egy valaki úgy kimagasló, az ott nyilván lesz egy összenézés, hogy akkor meg vagyunk, de hát az lenne a legjobb, hogyha nagyon nehéz a hatot kiválasztani, mert ki kell tenni valakiket, és te kegyetlen vagy? Én? Uh-huh. Abszolút. Te leszel a rossz zsarú? Én annyi rossz szöveget hallottam el terül, az első mondatnál tudod, hogy... A rap az azért easy, tudod, mert itt egy ember is amúgy tud csinálni bármit. És tud magának csinálni egy hirdetést, tud magának, ki tudja magának rakni Spotira, YouTube-ra, bárhova. Nem kell senkivel vitázni, hogy mik hogy legyen. Igen. Otthon is akár egyedül leülsz, aztán a 40 ezres AT-20-20-as mikrofonnal föl lehet venni a rappet, és akkor így... Ja, meg az emberek szemszögéből szerintem ugye a befogadhatósága, hogy azért nyilván könnyebben emészthető. Az a flash-e van, hogy itt minden így itt van egy helyen. Hát, mert ez a tyúkszoros vidék, tudod. Na. A mentoraink Sára Gergely, Gege és Füksel Viki. Yeah, szóval, hogy köszi mindenkinek, hogy itt vagytok. Kurva jó, nagyon jó kis délutánunk meg esténk lesz, kacok. Open mic, Budapest, Miskolci helyszín. Gyertek, mentorok! Ki az, aki be van szarva nagyon? Tegye fel a kezét, egy kicsit a félig, egy kicsit barna lett a nadrág, te is egy kicsit. Tehát, hogy a szöveg nem lesz jobb már, a zene nem lesz jobb már, ami nem jelenti azt, hogy nem elég jó egyáltalán. Magamnak is mindig azt mondom a mai kibaszott napig a színpadon, mielőtt fölmegyek, hogy úgy mond, mint amikor megírtad. Úgyhogy ez a legjobb tanács, amit magamnak is tudok adni, úgyhogy 25 éve nyomom. Úgyhogy ezt tudom mondani nektek is, hogy úgy mondjátok, oda vigyetek el minket, amikor megírtátok, hogy akkor mi volt a szívetekben, fejetekben, lelketekben. Sok sikert kívánok mindenkinek, csapjunk bele a lecsóba. Sziasztok! Szerintem hallgassuk meg az alapot, mert amíg geci jó. Nagyon jó. Jó, rímsintér lassan, fiatalok, sziasztok, ha-hó. Amikor tízes éveidben is csak az idő hajszol, nincs más tehendő, mint hogy akkor kérj egy kritikát a világtól, és terítsük ki a jöttét a hétköznapi flashnek. Miből összejött egy önkép? Fiatalok vagyunk, ebbe vagyunk, ezt éljük. Elmentek az éveink, és szívünk már az emléki megmarad örökre. Ebben vagyunk, ezt éljük. Elmentek az éveink, és lelkünk lett a szentélyük. Kurva jó, nagyon-nagyon jó a kémiátok. Látszik, hogy nem tegnap óta nyomjátok így együtt. Respekt, fasza volt nagyon. Következő versenyzőnk Kollár Levente, Kenet. Let's go, Kenet! Húzzatok a fejetekre zaskót, és nem mondjátok meg nekem, mi legyen. Vágom a helyemet, de ti nem haver, én sosem játszottam az eszemet. Menetellek, ez nem bosszú a gyárat, ha velem vagy közösen. Adjunk egy csoportos pofont a rendszer arcának. Ja, kurva nagy pofont a rendszer arcának. Kurva nagy pofont a rendszer arcának, haver. Élesebbek lennének a rímeid ezzel a flow-val, akkor ez nagyon durva, ez egy 10/10-es cucc lehet. Édes az élet, vágod olyan, mint a Nesquik. Tejszínhabbal tuningolom, mint egy más, de leszbik. Nézzétek a víztornyot, még csak le se festik. A zsetonnak már lába kért, azt abból szívnak estik. Itt a vége, fuss el véle, tanulságot elemez. Mélyebbre hatolok, mint fordítva az Everest. Fejezd be, hogy elkezd, majd kezd el, hogy befejezd. Megbékész a léttel, amint kész vagy rá, hogy elereszd. Kurva jó páncslányaid vannak, nagyon okos a szöveg, lazán nyomod, és főleg ahhoz képest, hogy először álltál így színpadon. Respekt, haver, kibaszott jó volt. Köszönöm, igyekszek trükkös szövegeket írni. Úgy meleg pinya a koláda,
Tudod, az illatom áda. Én leszek mindenki álma. Lesz majd Gucci, lesz majd Prada. Úgy meleg pinya koláda. Tudod, az illatom áda. Én leszek mindenki álma. Lesz majd Gucci, lesz majd Prada. Hát én nem tudtam elmenni amellett, hogy Beethovent biztos, hogy sokat kell, hogy hallgass. Igen, igen. És inspirálódsz belőle, ami nagyon szép, nagyon jó. Egy kiindulási pontnak, csak aztán oda el kell menni, valakinek el kell vinni a saját hangját. Nothing can break us in no turning back. Karcsúságot őrző, torna, pilates, kocsma, bűző, a bűzacsol, piát vesz, könyvőrző. Bassza meg! Elkezded még Sorry. Egyszer? Kezd el előről, persze. Az elejétől? Persze, Megbaszták a fejemet a kurvák, nem is kaptam szüri napi tortát, a depá állapot, hogy szeme folyton rám nagy. Lakatos Dezsőt, Karmát, Karmaxot kérem a színpadra. Leszorít a peronon, beragadsz darabokban a lét. Lucifer, Elohim, ketté vált szívedből csöpögő heroin. Szedd össze magadat, válasz már valamit. Szétrobbanó gyöngyök a szádban, elolvad a csontod a húsod. A semmibe ömlik a vágyad, te sem tudod még meddig húzod. Köszönöm. Yeah. Ez király volt, Dezső. Megvolt az összenézésünk, Márka. Bármi jó énekhangod van. Én semmit nem is írtam fel magamnak, mert figyeltem, ami nagyon nagy királyság. Úgyhogy gratulálok, köszönöm szépen, Dezső, ez király volt. Na gyere, open mic! Rikitól szemfog a kutyán, a pixlud a lux, fuchsz a nyakába, ha húgatok, majd hazafut. Kéne haladni, de valahogy az úton nem kopnak hallatatok. Tervekből így lesznek mentő akaratok. Tervekből így lesznek mentő akaratok. Tervekből így lesznek mentő akaratok. Köszönöm szépen! Ez nagyon komoly, hogy ilyen rockosat így be tudtál vállalni. Jaj, a fasza, ilyen nagyon érdekes stíló ez, én nem sok ilyet hallottam még. A Beethovent szereted? Igen. Kicsit benne van a stílódban még így ez a Beethovenhofizmus. Áprilisban, Párizsban a szaxofon megremeg. Erre bólogatnak majd grimaszolva az emberek. A beat alattan megremeg, ezek ilyen rincselek. Buta geci politikus, bármikor meglincselek. Ez nem házkutatás, hanem otthonkeresés, ez geci jó haver. Jut eszembe, legyen házam, legyen kertem, egy szerelmem, két kölköm, és azt hiszem már nyertem. Most csak rohanás, mert megeszi a rohadás, a torkom, mond csak felesek, a szemem megint felemás. Képviselsz, hogy delegálsz, mert beszélni kell, le nem állsz, mert minden szóval leszedálsz. És csordák ménesek, aha. Ha látsz szép szétesek, aha. Ez bujaság fétisek. Hát úgy tűnik, hogy itt tűnök majd én is, aha. Refrén az nagyon bomba volt szerintem. Az inkább azt szabrá mondani, hogy aha. Ja, kurva jó haver. Bealudtam a nyugitól, utazok egy áhon át, testvéretek még maradna. Fogalmam sincs, mit köptök nekem, ez csak egy csalandja. Ennyi Isten, a magyar Sion még sosem akarta. Ez lett, mert ám még élni akarna. Volt egy-két pár jó olyan rím, ami elkapta a fülemet, de sokszor nem értettem. Ej, szürke veré, fürge ló, kerekeltő szürke tó, feles pohár üvegek, borba kevert juttató, leesik a tantusz, rozsda után tetanusz, azt hiszed, hogy oktatsz, pedig hidd el végig tetanusz. Hova lett az eszetek?
mondd, hova lett az eszetek? Az alakom tré, Al Pacino, én vagyok a buliban a százszor szívó, Káncsi pívó, elveszem a másét, cápa stíló, leszakad a bár... Nekem így bekapcsolt egy kicsit a izé, a Náksi. Hogy volt ez a backzone is? Bejön nekem ez az alteres picsa, ellövök neki egy backzolit, csinálj olyat, hogy másnap szégyeld, én leszek az, aki ma megborít. Amíg ezek így kiteregetik magukat a tereken, figyeljék a troll az életembe veretem, ha nem te majd én valamit itt passzok hozzá, születési dátum mellé de faszott hosszát, hát passzott osztrák, ezet az ott ország, ha nem te majd én valamit itt passzok hozzá, a haszont osszátok a csőcsen lépne, feldarabot országunk megmaradt földje részeg, danabot osszátok a csőcsen léknek, ahonnan én jövök, az egy lebebb fészek, a fajtán nem keveredik, tetre készek ezek, engem kapitgázt, ha sérti, kérgem kezed. Ízé, mi az a neved, hogy Ízé? László Bence Imre, és a, van benne Í meg Zéten. Ízé, ez ilyen. Én azt írtam fel, hogy real forma. Azt külön köszi, ahonnan én jövök, az egy levert részek, az nekem az... Vitte, kösz. El kéne már szaladni, vagy maradni, valahova biztosan kell haladni. A galaxis olyan nagy, de az egy is csak tudat alatti. Nehéz lesz, mert számomra elszakadni. El kéne már szaladni, vagy maradni, valahova biztosan kell haladni. A galaxis olyan nagy, de az egy is csak tudat alatti. El kéne már számomra elszakadni. Kurva jó volt, nagyon profi, meg nagyon jó a hangod, meg tök egyedi, amit csinálsz. Te nem rappeket írsz, hanem te dalokat írsz. Én nem tudom, hogy neked mi szükséged van erre a tehetségkutatóra, de nyomjuk, tesó. Rátok bézom inkasszó, csendesek lények, mindjárt passzív, lassan hézik, becsület kasszám, bízol bennem, nincs kaszkó, kapaszkodj belém és tartja erősen, kinek a hivatás, nincs nagy szó. Köszönöm. A flow nagyon kurva jó, szóval, hogy köszönöm annyira szépen. Izé, nagyon gördülékeny, ilyen technikás, nagyon fasza. Gratú. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem akarok bunkó lenni, de nem tudok semmit se. Gumimacit hallgattok, geci még ennyit se. Scheisse, Camuse, Macht, ez itt Deutsch. Még magyarul sem tanultál meg, szóval ne itt tolcs. Manapság a rap műfaj, kibaszottul gagyi. De amit mi tolunk arra, hol itt már a nagyi. A kisit nálunk leváltott, a manapság egy nagyi. A kapart, mert fröccsök már a kőbányai. Most teremsör, vegyetek ti is. Nagyon finom. Ennyik voltunk. Nagyon kevés volt, de igyekeztünk. Egy-két áll, mint a CBA-ja. Nyitott vagyok, tesó, gyere nézzél rám. Meg a 4-5 tart, amíg szét nem csapod. Így nyomatom a szubatom itt minden nap. 7-8 óra, szétfoly flóra. Szept a fürdőbe feltörlöm. 9 hónapja várja a genk, hogy ezt a zenét végül lehet feltöltöm. Ja, Capsule. Vezeték nélküli mikrofonnal témfergünk a színpadon. Jöhet a izé, jöhet a lopott ütem. Ha-ha, YouTube-ról. Lerakom, hogy beleülök, bekattan a fejbe, és a sárga házba bekerülök. Megakadok ebben, még a szárcsatár. Elhallgat a fegyversém, a lábalába szederülök. Jaj, bocsi, mert a cigidet én szívtam el. Tűbörök alattunk még négy szinton el. A vircsot csepegünk az ereszről, mert ez a szar nem eresztel. Ez én vagyok-e más, mert bőkinek a szereppel. És bocsi, mert a cigidet én szívtam el. Ez a rap, bazd meg, ez a rap. Ez nem a Mega Star, meg az X-faktor. Nem ismerhetsz meg a címlapról. Ez színpad sport, ne szippan sport. Inkább legyél részeg, de ne csimpaszkodj. Nekem nincs kankom, nekem nincs bankom. Mehetsz a levesbe, instant port. Köszönöm szépen. Ezt mára írtad ezt a tracket külön? Yeah, kurva jó. És akkor jöjjön az utolsó csapat, a Fenyó. Már a szövegemre feláll. Úgy érzem, tehetetlen vagyok, semmi sem elég. Ha a számba adod a cigid, az már egy perc alatt fix elég. Volt alkohol is sok, nincs többé teketúrja. Megint meg kurnám, jába csapált a melankólia. De te szépen csináld csak a zenédet, a mocskot. Én a kultúrádra mondok nemet. Ha megszólalok, az egész szakma neve. Mi
húzd be a beatet, vedd le a sapkát, pásorod, öldözd, röpjed a faktát, pásor alattod, hagytam a nagyját, verzékel, tele töltöm a kasszát, olyan tüzet köpök, leégeti a számat. Konkrét időutazásban voltam, és olyan volt, mintha visszamennék akkor, amikor annyi voltam, mint most ti, és nézném a haverokat. Akkor egészen érdekes fesbe vagyok rakva most, de konkrétan... Tök jó, hogy amúgy jól érzitek magatokat, ja, meg egymást a színpadon, és így, hogy amúgy ez buli volt, és nem egy ilyen versenyzés, nem átjött szöveg is király volt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy eredetileg 23 jelentkező volt, és abból 14 jelentkező jött el. Mindenki vonja le a következtetést, én azt vonom le, hogy ti nagyon bátrak voltatok, és köszi, hogy itt voltatok. És mindenkinek gratulálok, meg kurva jó volt mindenki. Most tartunk egy óra szünetet, a zsűri addig meghozza a döntését, úgyhogy mindenki most mehet levegőzni, cigizni, ötre várunk mindenkit vissza. Az van, hogy a Caps Lock, akik ugye az ucsok voltak, az fix. Volt a Szunyogtás, aki ez a oho, tudod, ilyen mély hangú, magas, persze. Ő kurva jó volt szerintem. Volt a két kisgyerek, ő bennük tényleg van ilyen plusz, és akkor én ezt a csávót mondtam még, aki félig így angolul nyomta. Igen. A Mateo, tudod, a kis sapkástól. Tudom, a Párizsban a szaxofon. Igen. Nekem ő is kurvára tetszett, csak én ő eléggé izgul. Opozit, az volt nagyon jó volt a szövege. Kurva jó volt a szövege, csak így elizgultam, mert ja, igen, meg így látszott rajta, hogy izé. Ja. Neki néztem a videóját, amit beküldött, és az nagyon erős volt. És ja, ahhoz, rockos. Igen, ja, és ahhoz képest hozta ezt a rockos cuccot, ami szerintem tök bátor volt, de ő a beküldött anyag alapján viszont erős. Az alapforma volt, aki izé, a kurva jó beat volt, ő az egyetlen idősebb forma lényegében, ugye? Hát nem, mert még ott volt az a... Ja igen, a storytellers csávó volt még meg ő. De hát ez full pacak ez a csávó. Igen, nekem is pipa. Meg a srác. A srácok pipa. Első? Aha. Aki a legelején nyomta. Ja, a Div. Ja, és neki volt izgalmas még, igen, zenében az a gamer muzsika, vagy nem tudom. De hát, hogyha most össze kell hasonlítanom a többiekkel akkor talán nem. Neked más volt valami? Ügye volt a TKO. A TKO és a Dezső. A Dezső. A Dezső. A Dezsőt tartsuk meg, és akkor egy hely maradt. Itt most 1, 2, 3, 4, 5 van fölírva, amiben kb. Egyetértünk, hogy ezek vannak, és egy hatodikat kéne találni. Inkább az abban kérném a segítségeteket, ha lehet ilyet, hogy a forma legyen, vagy ez a B. nevű tag. Ez a maga. A forma, aki énekelt, de rá is mondta te is, hogy ügyes volt, aki úgy hárman voltak beírva, de csak egyedül jött. Nézd, itt ő. Ja. Te azt írtad rá, hogy kurva jó. Ja. De kurva szép, azt írtad? Kurva jó. Kurva jó. Nem segítesz be, Csongi? Én nagyon szívesen. A hatodik helyre meg vagyunk öttel. És ők maradtak, hogy... Fenyó, bűvész. Alapforma volt az idősebb, akinek nagyon izgi volt a beatje, és a Dezső volt a metal hip-hoppal, meg jó énekhangja volt. Meg lenne a hatodik, bárki is az, hogy ti akkor boldogok lennétek azzal a hattal. Én soha nem vagyok elégedett, szóval most ha úgy teszed föl a kérdést, akkor én ebben sem vagyok elégedett, mert azt akartam, hogy leszakadjon a pofám, ami nem szakadt le. Nem tudom, hát ha megnézhetünk valakit opcionálisan, akkor azért lenne olyan, aki mondjuk akkor itt a négy helyett, azt mondjuk, hogy ide besúszik valaki, hogyha arra van lehetőség, én azért ezt nem engedném el, hogy azért csak az most azt jelenti, hogy rengeteg mindenkit meg kell néznünk egy pozíció miatt. Mármint másik városból bejutott a Tandó Vigaszágos. Csalódott vagy valaki miatt?
Jön, átszom, ez meg... is kurva jó, de nehéz egy kicsit. Bárcsak lehetne többet választani, szerintem azért még simán belefért volna legalább egy ilyen 1-2-3-4 pluszba, hogyha lehetne ilyet. Ja, én is igazából, be kell, hogy valljam, hogy én sokkal rosszabbra számítottam, mármint én azt hittem, hogy majd ilyen tű a szének az alban flash lesz az, hogy találjunk itt egy jót, de ez egy ilyen nagyon erős hatos, amivel én elhagyom itt Veszprémet. Na, szevasztok! Egyrészt... Egyrészt kurva nagy öröm, hogy itt lehetek, és tök jó, hogy ilyen bátrak voltatok, hogy eljöttetek, és megmutattátok ezt, hogy ez mi is. Már csak azért is, mert vannak egy csomóan, akik ma először vagy másodszor álltak színpadra, és én is tudom, hogy ez kurvára nem egy egyszerű műfaj. De akkor én elkezdem. Az egyik tovább jutunk. Rózsás Bertalan Ferenc B. Kardos Hunor. Kardos! Elek Zsolt, Szúnyogtes! Lendvai Kevin, Opozit! Ledó Márton, Tóth Benedek, Ledó is rühös! Gyertek, skacok! És az utolsó továbbjutóink. Darvas Bence, Geri Szabolcs András, Caps Lock! Srácok, aki meg nem jutott tovább, az nyugodtan maradjon itt, flasheljünk kicsit együtt. Baktat az úton a srác, vágod, basztat a span, hogy még bárt. A társadalom így is kirekez, és én csak megyek tovább, nálam lehet futál, de trógerem nem oda kötött. Csak egyen mondtam ki, hogy rímeken kellene dolgozni. Azért jó ez a műfaj, mert ez ebből él, hogy emberek pacsiznak, akik hasonló szőrűek, hasonló zenéket flashelnek, csinálnak egy cigit, ezt most kivágjuk a videóból, és írnak ugyanarra a beatre 16 sorokat. Együtt sokkal erősebb mindenki, ezt higgyétek el. Nektek így látszott, hogy színpadon is így el tudjátok vinni, tudjátok, hogy mikor kell kiadni egy sort, de a másik bemondja. Tökre tetszett nekem a tiét, hogy abban voltak jó punchline-ok, de közben mégis benne volt ez az autótyúnos stíló, és ilyen jó középvonal volt. Nátok mondtam a beatet, nem? Hogy valahogy a beat nekem azzal a stílóval, amit nyomtatok, így nem passzolt össze. Pont azért is volt fura egy kicsit a tiétek, mert rajtatok viszont látszott, hogy ti még ilyen kicsit ilyen sájabbak voltatok. Először léptünk. Ja, de ezért mondom, ezt ne kritikaként fogjátok föl, hanem úgy fogjátok fel, hogy bazd meg, ez a dolgok rendje, az ember a biciklivel először pofára esik, nem tekeri le a Tour de France-t elsőre. Neked kurva érdekes volt ez a stíló, én azon gondolkoztam el, hogyha kapsz egy tök másféle beatet, amire nem így kell rappelni, akkor így mi jön belőled elő, és ezt így nem tudom. Szóval én ezt az ilyen nagyon Beethoven-hofi hatást éreztem azon, ahogy nyomtad, még sokszor így meg is akasztottad a sorok elejét. De úgy van itt tökéletes. És ő nem jutott be, mert hogy valaki gondolom lehofizta. Nem, a csávó a castingra hozott egy ilyen metal alapra rappet, nem is nem ezt ez hozta, volt, hanem így kísérletezni akart, és az annyira nem jól sült el. Hát mert ez egy jó cucc lenne, hogyha levetkőzni az Ádit, csak hogy kérdés, hogy ezt meg tudja elépni, vagy nem. Ja, igyekszem tényleg foglalkozni mindenkivel, meg mindenkit tényleg csak biztatni tudok, hogy ezt rakjátok. Én nekem is kurva sokat segített, hogy a Busa Pista segített nekem, meg hogy a, nem tudom, Said elolvasta, amit küldtem neki, és válaszolt annyit, hogy te fasz, soha többé ne reppelj, mert jobb vagy nálam, és nem akarom. Egész a vásport, forrangom, mint a plafon, otthon, mind a kettő, majd látszik a kopás, sportforrangom. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a tizét nagyon nyomja meg a Bullet csávó is, hogy a színpadon is ilyen? Vagy hozták, szerintem hozták. Én a Bulletet nagyon megnézném, ha nem a Hofit nyomja. És az metál volt. Jó. Akkor legyen 4 ma innen. Az van, srácok, hogy a részvételi számra való tekintettel, hogy kevesen jöttetek, 6 versenyzőt szoktunk tovább jutni, és ehelyett 4 versenyző fog tovább menni, akiknek most fel is olvasom a nevét. Az első tovább jutunk, Izé. Izé és a menedzsere.
A második továbbjutónk Fenyó. A harmadik továbbjutónk pedig Alapforma. És az utolsó továbbjutónk Karma, a.k.a. Karmax. És még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, nagyon jók voltatok. Voltatok most, srácok, és nagyon király, hogy együtt fogunk dolgozni most a következő egy hónapban. Én igyekszem nektek úgy segíteni, ahogy ti igénylitek, semmiben nem fogok úgy beleszólni, hogy ha ti valamit nagyon akartok, és az az elképzelésetek, nem fogom azt mondani, hogy ezt így nem lehet megcsinálni. Szeretném, hogyha ti is, amikor tudjátok, hogy valamiben kéne segíteni, akkor kérnétek a segítségemet. Oszián, pokolgép, kérdezz bármit. Gyémántot csak a gyémánt vágja. Ki az ütést is állja. És állja. Majd már jönnie kell az ítélet nap. És szabad leszel! Ennyi. Ennyi. Ezt kell tudni. Ebben a pop szakmában, ha nem a metál az alap, akkor hátrányból indul. Látszik, hogy ez egy kész produkció, ti már stage kész arcok vagytok, jól belaktátok a színpadot. Kicsit majd nátok arra leszek kíváncsi, hogy lehet titeket megzabolázni, mert azért két elég ilyen önfejű, önjáró tagnak tűntök. Bennetek azt feleseltem, hogy nagyon ilyen ösztönös, full átgondolatlan, de mégis közben kurva jó, nagyon bomba, és muszáj volt ilyen tagokat, akik ilyen öltözékben vannak beválogatni. Te, bátya, neked olyan páncslányaid voltak, hogy sírtam, meg hasaltam rajta. Kicsit azért még így az elején vagy ennek a sztorinak, és hogy így magadnak csináltad, ezt főleg gondolom. Első kerülve. Eddig, ja, és szerintem az tök érdekes, hogy ezt így hova lehet kinyitni. Ellenfelek vagytok elméletileg, de nem ellenségek, talán. De csapatban kell majd valahogy összedolgoznatok. Elveszítünk időközben párotokat. Stúdióban mindenki volt már, ugye? Nem? Nem. Ti nem voltatok stúdióban? Te se? Valami havernak a stúdiába vetted fel, amit Hát ő streamer. Amit egyébként csak van neki minden szarozza, azt így... Streamer és barmának a szíze, kurva jó. Nem szabad elfelejteni, hogy ez meló. És szakma ugyanúgy, mint bármi más. Nekünk szerencsénk volt ilyen szempontból, ott nem volt perspektíva, hogy az üzlet. Kizár dolog volt, hogy ebből bármi pénzünk lesz. És akkor szabadok voltunk ettől a gondolattól is. Most meg már rohadtul perspektíva tud lenni, hogy igen, persze ez egy fullos megélhetés is lehet akár, de a nap végén jól kell aludni, mert annál fontosabb nincsen. Refrénet, bátya, meg az egész pacekod is, szerintem te is nagyon így egybe vagy, neked is jó volt a szöveged is, az előadásmódod, kurva jó a hangod. Te is nagyon jó voltál, tetszett kicsit ez a kétnyelvű flash is, de nálam nem írhatsz kétnyelvű szöveget. Ma miután elmondtam, hogy nem fogok megszabni semmit. Nálad meg így az energiát, amit hoztál a színpadra, így azt flasheltem nagyon, hogy ilyen elképesztően jó humorú, szórakoztató cucc volt, amit nyomtál. Nálad inkább arra leszek kíváncsi, hogyha majd valami kicsit más vagy komolyabb dolgot kell nyomni, akkor az így mit fog belőled előhozni, vagy te azt mondjuk így, hogy oldod meg. Mindenki előtt van feladat, hogy közösen agyaljunk, úgyhogy én várom, hogy forgassunk együtt Pesten is, és nyomjuk a fordulókat. Le akarnak menni stúdiózni egyet. De hangkártyászer van. Vazzák, vegyetek fel iPhone mikrofonnal. Rádobtok valami bolond filtert, és már is olyan, mint a direkt lenne, szar az egész. Hogy álltok szöveggel, guys? Van megírt 8 sor. Nyomj egy alapot, és repülünk. Oké, okay. Kész alap. Freestyle-ozzunk egyet. Korrekt legyen.
vagy émelünk, avagy korrigálva leszel. Hallom tekerős dohányt is, már csak kornyikálva veszel. Veszel épp az érték, de szerény a szép képfedett pályás távol van nézés alatt az agyam széttép. Hogy változzak szélé? Ja, az órájár a pillantó tömegben vár a padon. Problocsák szogáton részek, vikás part a vadon. Ha jól jártál, nem láttál ma sem engem, sem a spannom. Akkor jársz a lábnyom, olvett marad, mint a lábnyom falun aluljáró. A B nem szereti a skinny jeans, de a loose fitet mindig berántja a bicikli lánca. A mikrofon a kézben, mint a bodzapálca, mint a bodzapálca. Többen szívunk egy cigit, nem azért, mert nincs pénzünk. Úgy érzem, hogy akad vagyok, agyamnak nincs márja. Kedvenc fig játékom. Jó, kalapád a szöget, csak ne ferdi, verjét bele, mert a vége az egy egyszer, hogy a menetel kifele. Kiféle ez az alak, én csak tárogatom ablakon. Később kinyílik a szeme, hitegesed magad, olyan szoros ez a húzom, hogy ilyen hozatok, vagy úszat át a kisebb ezt a húzok, mert a hozzamom a zárvíz, lesz majd kire számíts, jó. Itt a 97 iskola pad, a tanár, aki akad, mert lesz a romit vakaratom. Valaki kapcsolja ott azt a lámpát. Megvagyunk, volt anyag bármire is. Szuper. We'll be right back.